Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ez a külpolitikai kitekintő. Ez egy sajátos műsornak akart indulni. Azt gondoltam, hogy ez lesz az év első külpolitikai kitekintője. Úgyhogy úgy nézzék, hogy ez az év első külpolitikai kitekintője. Ne zavarja önöket, hogy három már volt előtte, mert hát az események elsodortak minket. És a szereplők, akik most azért elvállalták a beszélgetés, nem először egyébként a Heti TV történetében, sőt, ez már egy ilyen hagyományos évnyitó beszélgetés. De hát most értek rá, a világ meg nem arra vár, hogy Surányi György és Selegi Tamás mikor ér rá külpolitikai kitekintőre. De azért köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Akkor már be is mutattam őket, szerintem nem kell sokkal többet mutatni be róluk, mert hogy ismerjük őket már elég régen, mint a rossz pénzt. És hát a szokásos témáról beszélgetünk, milyen év lesz 2024. Átlagos év lesz? Jobb, mint rosszabb, mint az előző, és jobb, mint a következő? Tamás? Egyrészt van egy stabil standard sablon válasz ilyenkor, hogy más lesz, mint az előző év volt, az teljesen biztos. Én szerintem lényegesen rosszabb lesz. Egy szempontból mindenképpen, hogy olyan léptékben kiszámíthatatlanná vált a világ, és ez az idei kulcsesemények, amik meghatározói lesznek a 2024-es esztendőnek, ugye egyrészt az európai-amerikai választások, ugye lement a tajvani választás, aminek a következményeit még csak ugye spekulálni lehet, hogy ez pontosan változtat, ha igen, milyen irányba változtat Kína, Tajvan, az Egyesült Államok, Európa viszonyrendszerében. És hát van egy olyan közel-keleti helyzet, ami pont ugye a mai ma éjszakai hírek, hogy most már Irán is ugye Irakot, Szíriát rakétázza, ugye hivatkozva arra, hogy ott izraeli bázisok, kémbázisok vannak. Ugye van egy olyan közel-keleti konfliktus halmaz, amire még soha nem volt példa. Ilyen léptékű háborús veszély, ami praktikusan 10x országot érinthet adott esetben, és egy komplett, teljes régiós, háborús, melegháborús helyzetet tud jelenteni, ami a világgazdaság kulcs ellátó útvonalait érinti a Vörös-tengertől a Szuezi csatornáig. Ez gyakorlatilag, erre még nem volt példa. Tehát ez jól nem néz ki, az biztos. Igen, ugye már elérte Magyarországot is, ugye tegnap ír, hogy a Suzuki gyárban leálltak a vitarák és az eszközök gyártásával, mert a Vörös-tengeren keresztül nem jönnek az alkatrészek. Gyuri, szerinted te is ilyen optimista vagy? Az a kép, amit Tamás felvázolt, az elég félelmetes. Az a baj, hogy nem igazán tudnék vitatkozni vele. Nagyon komoly veszélypontok vannak. Ugyanakkor, hogyha ezek a válságok a Közel-Keleten, hát Ukrajnáról ne is beszéljünk, vagy éppen a tájvani szorosban nem eszkalálódnak, akkor gazdasági szempontból egy jobb év tud lenni 2024, mint 23 volt. De ezek olyan sok változós és olyan nagy kockázatú tények, vagy lehetőségek, amelyek teljesen fel tudják borítani a képet. És ugye a világ nem szereti a bizonytalanságot. Hát nagyon nem szereti, és jó lenne egy pici nyugalom, de hát ugye már a tavalyi év is, most már 22-től végül is olyan eseménysorokat látunk, kezdve az ukrán-orosz háborútól, a közel-keleti vérengzésig, a Hamasz által kirobbantott vérengzésig, majd a háborúnak a kiterjedése, ami korábban elképzelhetetlen volt. Igen, lehet, hogy most Irán lesz a fő probléma a világban? Hát én folyamatos múltidőt mondanék. Tehát Irán folyamatosan probléma, azt gondolom. Az, hogy az iráni probléma az hogyan kerül előtérbe, és hogyan mozgathatja még intenzívebben
még negatívabb irányba az ottani fejleményeket. Ez ugye ez az egyik nagy kérdése ennek az esztendőnek. Ugye ennek van több vetülete, az egyik, amit a napokban szellőztetett meg az amerikai sajtó, hogy Irán nagyon-nagyon közel került az atomfegyver valódi megszerzéséhez, bármit is jelent ez. Ez mindenképpen egy minőségi fordulatot jelent. Ugye maga a folyamat az önmagában vezényelte az ottani konfliktus halmazt, hogyha elér arra a pontra, ami egy töréspontnak, áttörésnek tekinthető, akkor ez tovább szélesíti a lehetőség, a negatív lehetőségek tárházát. Másrészt pedig hát azok a mozgások, amik ugye Jementől egészen a libanoni-izraeli határig terjedő sávban mozdulnak, a konfliktust viszik jobbra-balra, előre-hátra, abban jelentős mértékben Irán a megmondó, a vezérlő. Tehát ilyen értelemben ez csak fokozódhat. Nem enyhülhet semmiképpen. Hogy még szebb legyen a kép, nem szabad elfeledkezni Észak-Koreáról. Éppen talán tegnap előtt jött ki imponáló vezetőjük azzal, hogy az alkotmányukból törölni kell azt a passzust, ami a két ország békés egyesítésére vonatkozik. Most nem lehet tudni persze, hogy mennyire kell halálosan komolyan venni a fenyegetését, de minthogy egy szellemében nem biztos, hogy teljesen beszámítható emberről van szó. Óriási veszélyt jelent az, hogyha elszabadul. Ez érdekes. Bocsánat, csak hadd tegyem hozzá, amit Gyuri mondott, az annyira így van, hogy a mai sajtó hír, hogy le is bontják a fölépített egyesítési emlékművet. Van egy egyesítési emlékmű Észak-Koreában, ami megelőlegezi a békés egyesítést, amiről Gyuri beszélt, és ezt most lebontják, mert ugye erre nincsen szükség, hiszen nem egyesítés van, hanem ellenség van délen. És azért azt tegyük hozzá, hogy... Hol van államcsőd? Ellenség van. Ellenség van Dél-Koreában, és azt tegyük hozzá, hogy ugye azért Kína és Oroszország mozog Észak-Korea hátterében, és az a lehetőség, hogy egy koreai konfliktus, akár csak egy limitált, amit megpróbálhatnak elképzelni, úgyhogy ezt limitálni lehet, két helyeim vannak, legfőképpen abból kifolyólag, amit Gyuri mondott, hogy valószínűleg egy klinikai eset vezetője van az országnak, annak árnyékában egy tajvani lépés az egészen másként néz ki, mint önmagában. Akkor beszéljünk egy kicsit ezekről a gazdasági vetületeiről. Ebben az évben, már a múlt évben, meg előtte is, hogy arról beszéltünk sokat, hogy mik az ukrán-orosz konfliktusnak a negatív gazdasági következményei. Aztán kiderült, hogy legalábbis Európa valószínűleg jobban tudja ezt kezelni, mint amitől tartottunk. És most van egy másik konfliktus, ugye jól gondolom, hogy a közel-keleti konfliktus potenciálisan sokkal nagyobb problémát jelent a gazdaságnak, mint az ukrán-orosz, Gyuri? A világgazdaság szempontjából biztos, hogy nagyon jelentős hatása van, mert ha a Vörös-tengert, a szuezi csatornát kvázi lezárják, akkor ez ugye azt jelenti, hogy azok a hajózási útvonalak, amely a világkereskedelem 15%-át adják, sokkal hosszabb útra kényszerülnek, megdrágulnak, és az az inflációs hullám, amely lecsendesedőben van, messze nem vagyunk a végén, de lecsendesedőben van, pillanatok alatt meg tud fordulni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Európa és ezen belül Magyarország szempontjából az ukrán-orosz háborúnak a következményei 2022-ben és 2023 első felében erősebbek voltak, mint egy ilyen konfliktusnak a hozzánk begyűröző hatása. Hozzá kell tenni azt is, egyetértve azzal is, amit mondtál, hogy a várakozások és a félelmekkel szemben
a világ és Európa jobban alkalmazkodott ehhez a helyzethez. A szankcióknak hála paradox módon az energiaárak, a gáz, az olaj, a gáz és a villamos energiaára a 22. szeptemberinek az egy tizedére esett le, még mindig körülbelül dupla annyi, mint a 2020-as, 19, a 20-as nem, mert az nagyon alacsony volt, a békebeli 2019-es szint, de ezt azért már, ehhez azért már lehet alkalmazkodni. Ugyanakkor az inflációs hullám is levonulóban van, a világgazdaságban is, egyébként nálunk is, és azt hiszem, hogy talán túl vagyunk. Van egy nagyon fontos része viszont az ukrán-orosz háborúnak, amiről viszonylag nagyon kevés szó esik, hogyha a feltéve, de nem megengedve az oroszok nyernének, akkor az orosz gazdaságnak a világ gabonaellátása szempontjából abszolút meghatározó, zsaroló szerepe lenne. Ugyanis a világ gabona exportjának ez a két ország adja a 60%-át. Hogyha az oroszokat nyernek, akkor egy újabb ütőkártya kerül a kezükbe, amit nem tudom, hogy a világ hogy fog kezelni. Igen, ez érdekes, hogy a Szovjetunió, amelyik híresen problémás gabona helyzettel küzdött állandóan, ugye erről cikkeztek a sajtóban, és most meg pont megfordult. Ez minek köszönhető? Az orosz helyzet az egyértelműen paradox módon a 14-es szankcióknak. A szankciók hatására gőzerővel önellátásra és a belföldi kínálat javítására koncentráltak. Megvásárolták a legkorszerűbb technológiákat, a geológiai adottságaik, természeti adottságaik kiválóak, és pár év alatt elképesztő termelés eredményt produkáltak. Ukrajnában már korábban megkezdődött ez a változás, és hát az ukrán földek minősége tényleg híres, a világon a legjobb, jó a csapadékeloszlás, kiváló a föld, hatalmas táblákon a legkorszerűbb technológiákkal dolgoznak, úgyhogy ez így a kettő abszolút meghatározó szerepet tölt be a világ gabona kínálatában. Az orosz is GMO, vagy csak az ukrán? Nem tudom. Amit tudok, hogy az amerikai az GMO, és valahogy még túlélték az amerikaiak ezt a helyzetet. Egyelőre, igen. Igen. Igen, és a Közel-Kelet, Tamás, ott te mondtad, és azt hiszem, hogy ezzel most szemben kell nézni, hogyha Irán valóban aktivizálódott és aktivizálódik, és ezzel egyidejűleg, ugye nem saját szempontjából, nem logikátlanul, ugye fokozta az erőfeszítéseit az atomfegyver, nukleáris fegyver előállítására, nem oda vezet ez, hogy előbb-utóbb az izraeliek és az amerikaiak, talán szaudarábiai támogatással rákényszerülnek arra, hogy megsemmisítsék az iráni atomfegyver majdnem készleteket, szerinted? És ennek mik a következménye? Hát ugye, ha ez a helyzet előáll, akkor ugye ez már, tehát egy lépést vissza kell lépni ebben. Ugye amióta én azt gondolom, hogy igazán szerencsétlen módon a részben Szaúd-Arábia és Izrael feje fölött, háta mögött az Obama-féle Egyesült Államok és az akkori nyugat-európai meghatározó országok ugye megkötötték ezt az atomalkut Iránnal. Onnantól kezdve az volt az igazi kérdés, hogy magát, a folyamatot milyen módon lehet lassítani vagy megállítani. Ugye ebben a cyberhadviseléstől kezdve mindenféle eszközrendszert a különböző felek felhasználtak. Ilyen-olyan belső merényleteket részben célzott, ugye atomtudósok kiiktatását is magába foglaló folyamatokat. Tehát ez már egy folyamat önmagában, tehát ebben új nincs, hanem szintet tud lépni. A szintlépés ebben az esetben inkább úgy merül fel a kérdés az én fejemben, ami annyiban igazságtalan, vagy nagyon leegyszerűsítő, inkább így mondom, hogy a válasz is benne van a kérdésemben, hogy megengedheti-e magának Izrael, Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok, hogy Irán atomhatalom legyen.
A válasz nyilvánvalóan az, hogy nem. Tehát, hogyha az ember megnézi, hogy mi folyik Jemenben a huszikkal, mi folyik a Hezbollah, a Hamas, Szíria, Irak területén, akkor a válasz szerintem kódolva van a kérdésben, és innentől kezdve ugye ennek a technikája, a logisztikája és a gazdasági, politikai ár az, ami kulcskérdéssé válik, illetve a technikai kivitelezhetőség, hogy adva van egy olyan méretű, olyan földrajzi adottságú ország, mint Irán, hogy abban katonailag hogyan lehet elérni azt, hogy a már megszerzett atomfegyvert ne tudják használni, ugye ennek lehetnek politikai, lehetnek olyan rendszerváltoztatási elemei is, amik egyfajta biztonságot vagy egyfajta kiutat adhatnak, tehát nem feltétlenül a legelképesztőbb háborús lépésben lehet ilyen esetben gondolkodni. Ugye ehhez nyilván a katonai és hírszerző szakértők nyilván különböző forgatókönyveket dolgoztak ki, de tehát ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy itt van néhány olyan gazdasági előremutató perspektívikus kérdés, amit most a mostani háborús helyzet minimum zárójelbe tesz. Ugye az egyik, hogy a földközi tenger keleti medencéjében talált gázmezők bekötése az európai energia, vagy a világ és ezen belül Európa energiaellátásába. Itt mindenféle tervek voltak víz alatti építkezésekről, vezetékek építéséről, izraeli, egyiptomi, libanoni gáz Európába juttatása, ami részben az orosz energiafüggőséget enyhítette volna, részben pedig olyan árlenyomó tényezőt jelenthetett volna világgazdaság szinten is, és Európa számára is, ami most egyelőre a ködös jövőbe mutat, vagy veszik el. A harmadik, hogy amit én nem, nyilván Gyuri ezt pontosabban látja, hogy a a világ finanszírozhatósága szempontjából mit jelent egy ilyen közel-keleti, központú, nagy kibontakozású, állandó konfliktus, háborús bizonytalanság, kezdve azzal, hogy ha nem is állítják le, blokkolják a hajóközlekedést az érintett térségben, de már most látni azokat a jeleket, hogy a biztosítók viszik föl a szállítási, biztosítási árát, ennek már lesz inflációs hatása. Mert szokták mondani, hogy a piac beárazza. A piac beárazza, így van, és az a kérdés, hogy hogyan árazza be ezeket a folyamatokat. Mindez még egyszer megspékelve két kulcsválasztással. Ugye most azt gondolom, hogy soha ilyen tétje, vagy lehet, hogy ez egy merész mondás, de mégis mondom, soha ilyen nagy tétje az európai parlamenti választásnak nem volt, mint idén. Idén lesz, számos ok miatt, és ugye itt van az amerikai választás novemberben, ami megint csak geopolitikailag irányt szabhat Amerika-Európa, Amerika-Közel-Kelet, Amerika-Kína viszonylatban, és ezeket előre beárazni szinte lehetetlen. Hogyan áll Európa ebben, Gyuri? Még nem egy mondatot arra, amit Tamás mondott, fontos, hogy a biztosítási költségeknek a növekedése párhuzamba hozható a pandémia válság alatti konténer szállítási költségeknek a növekedésével, ami begyújtotta az inflációt a fejlett világban, tehát ez abszolút nagyon fontos. Most is ez lehet? Ha tovább eszkalálódik, akkor igen, hát most már lehet olvasni mindenütt, hogy mennek föl ezek az árak, és azért ezek érzékelhető költségtöbletet, plusz hát ugye a meghosszabbodott szállítási útvonalnak a drágító hatása. A piac azért úgy működik, gondolom, hogy ha ott fölmennek a biztosítási árak, akkor ezért a biztosítók más térségekben is próbálnak valamit emelni? Hát azt nem tudom, próbálkozni, biztos próbálkoznak, hogy sikerül, azt nem tudom, sikerül-e, igen. Na most, ami Európát illeti, én az európai választások meghatározóak lesznek, de ha szabad reménykedni, akkor én azt gondolom, hogy a szélsőjobb meg a szélsőbal nem tud úgy előre törni,
hogy a konzervatív, liberális, szociáldemokrata többséget érdemben veszélyeztesse. Nem lenne jó, ha erősödnének, de az az érzésem, hogy érdemben, és a reményem nem fogja. Hát, hogy nem lesz blokkoló kisebbség. Igen. Ami viszont az Egyesült Államokat illeti, azt borzasztó összeszorult gyomorral figyelem. Nem csak azért, mert teljesen felborítaná a világot, ha Donald Trump visszatérne, nem csak azért, mert ez alapvető kérdés, hát ebben te vagy az igazi profi, alapvetően kérdőjelezni meg a NATO eddigi működését, ami biztonsági szempontból egész Európának, benne Magyarországnak rettentő káros volna, de az európai-amerikai viszonylatban is még tovább eszkalálódna a védővámokkal jellemzett protekcionista gazdaságpolitika, amit egyébként részben a Biden is űz, de vele azért lehet tárgyalni. A másfelől pedig Trumpnak kifejezetten szándéka az unió bomlasztása, ami megint Európának roppant káros. Tehát az amerikai választásokat finoman szólva nem lehet lefutottnak vélni. Két olyan szereplő van, akik, hát egyik sem tekinthető, ez egy understatement, ideális jelöltnek, de Trumpnak a visszatérése az teljesen kiélezné nem csak az amerikai belpolitikai helyzetet, hanem az egész világban abszolút új felállást hozna. Mondjuk azt gondolom, hogy oda dobná Ukrajnát elsőként, aminek az lenne a következménye, hogy élvezhetnénk az oroszokkal közös határt. Van még egy nagy szereplője a világnak, akinek nem kell választásokkal bíbelődnie, Kína. Mit gondolsz? Kína, én azt látom, hogy igazából egyfajta ilyen mérséklő szerepet játszik mostanában a világban. Így látod te is, és ha igen, akkor ennek mi lehet a hatása? Tudja mérsékelni ezeket a feszültségeket egy kicsit? Ez tőlem kérdezed? Te vagy a Kína szakértő. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit kérdésben megfogalmaztál, hogy Kína alapjában sok várakozással szemben, vagy egyesek várakozásaival szemben inkább mérséklő tényező volt a nagy geopolitikai konfliktusokban eddig. Ami nyilván, hogy Kína próbál bizonyos szempontból, ugye tojáshéjon járkál Kína is, ugye egyrészt, mert a nyugati piacok nélkül a kínai gazdaság ugye messze nem tud olyan pénzügyi és egyéb eredményeket produkálni, ami a mai Kínát a mai Kínává tette. Tehát ez egy nagyon fontos tényező, hogy folyamatosan szemmel kell tartani azokat a folyamatokat, hogy ő ne veszítsen jelentős piacokat. Másrészt folyamatosan azt a terjeszkedő politikát, gazdasági, politikai, katonai terjeszkedést, amit Kína az elmúlt 15-20 évben megvalósított Afrika, Latin Amerika, Ázsia és ugye bizonyos mértékben Európa irányába, ugye ezt is változatlan lendülettel, amennyiben ezt lehetséges tovább kell vinnie, közben alternatívákat kell keresnie, hiszen jön föl India, és azért persze most mindenki abban a körben mindenki most a BRICS tagja, de ez jelent, amit jelent. Nem kell túlértékelni, de alulértékelni sem. Ugyanakkor azok az alapvető Kína-India közötti megosztó geopolitikai konfliktusok, amik ugye többször háborús konfliktusokhoz is vezettek a két ország között, azok nem tűntek el. Ráadásul ugye az a helyzet, hogy a kínai gazdaság növekedése, statisztikai növekedése nyilván az nem fog lényegesen megváltozni, nyilván lassulhat, ez mindig hullámzást fog mutatni, de jön föl India, aminek szintén a gazdasági teljesítménye előbb vagy utóbb ugye arra a szintre föl fog érni, hiszen már csak a hatalmas tömeg miatt is ez egy statisztikailag mindenképpen egy szükséges dolog. Ami még fontos szerintem, és az európai, észak-amerikai gazdaságok és finanszírozást és költségvetések finanszírozása szempontjából lényeges lesz,
hogy az állandósuló háborús kihívások miatt, amik valós kihívások, a gazdasági fejlődés is, vagy fejlesztés is, a tudatos gazdasági fejlesztés is új irányokat is vesz, hiszen nyilvánvaló, hogy a hadipari fejlesztések, a védelmipari fejlesztések, mint természetes szükségesség az előtérbe kerülnek, tehát olyan átcsoportosításokat kell mind a katonai költségvetésekben, ami messze túlmutat a fegyverek beszerzésén, ugye kiképzés, mindaz az infrastruktúra építése, fenntartása, ami ehhez kell, és hát azok a, ugye van egy politikai nagyon-nagyon negatív forgatókönyv, ami részben ahhoz kapcsolódik, amiről Gyuri beszélt, hogy amennyiben az oroszok katonailag képesek lesznek jelentősebb pozíciót, még jelentősebb pozíciót elfoglalni, hogy finoman fogalmazzak és semlegesen Ukrajnában, az adott esetben elérheti a NATO európai részét. És ez az egyik leggyulékonyabb lehetőség Európa és azon belül Magyarország számára, nem csak az orosz-magyar közös határ, ami szerintem is teljesen egyetértek, ez egy nagyon-nagyon rossz perspektíva, hanem nagyon komoly, valódi konfliktus robbanhat ki, főleg a balti térség Lengyelország és Oroszország, Fehér Oroszország érintésével, és Romániát sem szabad ebből kihagyni, ugye végül is ez két frontországról beszélünk ebben az értelemben. Ugye most megint előkerült az orosz retorikában a souvlaki Soros, hogy ugye, ami Königsbergbe vezet, hogy hát tulajdonképpen azt meg kéne szüntetni, mármint hogy orosz ellenőrzés alá van, Gyuri. Hogy én egy picit kevésbé vagyok optimista Kínát illetően. Részben azért, mert látom, hogy a tájvani szorosban hogy emeli a feszültséget, hogy meg fogja támadni Tájvánt, azt remélem nem, de véletlenül akár kitörhet ott is egy éles konfliktus. Ezen kívül a dél-kínai tengeren is nyomul, és mindenkivel erősödik a feszültség az ott jelenlévő országokkal. És amit Tamás mondott, és ami nagyon fontos, tény, hogy kötéltáncot jár Kína. De ebben a kötéltáncban, mintha erőteljesen az oroszok oldalán táncolna, és az, hogy az orosz gazdaság összes teljesítménye nem esik össze, ezen belül persze a polgári célú termelés az nyilvánvalóan visszaesik, de a katonai célú termelése úgy tűnik, hogy az első fél év, háromnegyed év botladozásai után magára talál, az nem ment volna Kína nélkül. Tehát ebben Kína egy olyan szerepet játszik, ami kifejezetten élezi a helyzetet, a megoldást nehezíti. Az egy más kérdés, hogy mondjuk én az orosz vezetők helyében azért nem lennék nagyon nyugodt, hogyha ilyen mértékben a kínai befolyás alá kerülnék. Hát pillanatnyilag muszáj nekik, úgy gondolom. És végül, de elsősorban röviden, Magyarország. Milyen évünk lesz? Hát gazdasági értelemben nem tud nem jobb év lenni, mint tavaly. Tavaly ugye egy enyhe recesszió volt. Azzal szeretném kezdeni, hogy sokakkal szemben határozott véleményem, hogy klasszikus értelemben gazdasági válság nem volt Magyarországon, és nincs. Enyhe recesszió volt. A két év átlagát együtt kell nézni, mert az egyik évben volt 22-ben egy nagy cserearányromlás, 23-ban egy nagy javulás. Ennek következően a belföldön rendelkezésre álló jövedelem az nagyjából a két év átlagában ilyen plusz 1-2%. Az alágazatokban vannak válságjelek, alulfinanszírozottságok, egészségügy, oktatás, szociálpolitika, környezetvédelem, akár még a nyugdíj is. De azt gondolom, hogy a tavalyi évhez képest azért idén mindenképpen növekedés lesz, hogy mennyi, azt nem tudom. Óriási az infláció, nyilván lényegesen alacsonyabb lesz. 5-6%, amit a szakértők mondanak, a tavalyi 17,5-hez képest. Ami nagyon
ami igazán izgalmas kérdés, hogy a kormányon belül, illetve a kormány és a Nemzeti Bank között az egyensúlyorientált megközelítés kerekedik felül, vagy a mindenáron növekedés pártiak kerülnek előtérbe, amely viszont az az érzésem, hogy nem tud egyensúlyi pályán eredményeket produkálni. Hát ezek után nehéz ezek után csak egy kávét kész mondani. Én is azt gondolom, hogy az az én várakozásom, hogy gazdaságilag mindenképpen ez az év jobb kellene, hogy legyen, mint a tavalyi év volt. Itt azért a külső tényezők, mégiscsak egy háború van a határainkon, aminek az összeurópai kihatása az hullámzó, még akkor is, hogyha az első időszakhoz képest ez egy enyhülő csituló változat vagy helyzet. Azt gondolom, hogy amilyen mértékben a gazdasági mozgás Magyarországon függetleníthető lesz a választási év, és nem csak hazai, hanem külföldi választások dinamikájától, olyan mértékben ez igaz lehet ez a mondás, amilyen mértékben meg hozzá kapcsolódik ezekhez a politikai és háborús helyzetekhez, ugyanúgy részben spekulatív terepre lépünk, amiben én most nem mennék bele. Azt gondolom, mert idő sincsen, meg nem rendelkezem olyan annyi információval, hogy ebben észszerűbb mondásaim legyenek. Lehet, hogy bárhogy nincs is a világon annyi információ, aminek alapján ezt meg lehetne jósolni megbízható módon. Köszönöm szépen nektek, hogy ismét eljöttetek. Jövőre veled ugyanitt, az már elég biztosnak vehetjük, hogy közben lesz-e valami, ami miatt összeülünk egy kicsit, ezt majd meglátjuk. De minden esetre azért egy picit ez az utolsó része a beszélgetésünknek egy hajszányit talán optimistább volt, mint az előző. Így legyen, az lenne a jó, ha az egész jobb lenne, de ugye nekünk azért az a fontos, hogy nálunk valami elinduljon a pozitív irányba, és ezek szerint van rá megalapozott reményünk, hogy ez így történik. Köszönöm kedves nézőinknek, hogy velünk tartottak. Figyeljék a világot, és benne a heti tévét, és abban a külpolitikai kitekintőt. Mindig hozunk majd mindenféle érdekes híreket, ahogy eddig is tettük. Egyébként pedig mindenkinek ugye most már talán ugye ez lett volna az adás, ahol boldog új évet kell kívánni, de annyi adásban kívántam boldog új évet, hogy itt már csak ismételni tudnám magamat, bár a jó kívánságokból soha nem elég, úgyhogy mindenkinek nagyon eredményes, boldog új évet kívánok. Mindenkinek azt kívánom, amit maga kíván saját magának, hogy az legyen. És hát találkozunk külpolitikai kitekintővel is nem sokára, és egyébként is a heti tévé többi műsorainak, szakértőinknek köszönöm szépen, hogy ismét eljöttek, és további jó tévézést kívánok, aki tévét néz, vagy bármit, amit csinálnak. Viszontlátásra!